A bábjátszás a magyar kultúra tradicionális alappilléreinek egyike. Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Partner szervezeteivel együttműködve az amatőr bábjátszás komplex készség, képesség és személyiségfejlesztő, valamint a kreativitást és innovatív gondolkodást serkentő hatására építve támogatja az új, lokális közösségek megalakulását, továbbá a már meglévő csoportok fennmaradását. A Művelődési Intézet az együttműködő báb művészeti partnerek által a 2016-os évben megvalósított báb csoportvezetői képzés sorozat sikereit, tapasztalatait és felmerülő javaslatokat figyelembe véve új mintaprojektet indított el 2017-ben. A Bűvös Bábos Fantázia névre keresztelt mintaprojekt 4 megyében járul hozzá új báb csoportok létrejöttéhez. A program elsődleges célja egyrészt a gyermekbábos csoportok, mint alkotó közösségek megtartásának ösztönzése, bemutatkozási lehetőségének megteremtése, másrészt találkozási lehetőség biztosítása a báb csoportokat fejlesztő szakemberek számára, valamint szakmaközi párbeszéd generálása az előadó, művészeti, a közösségfejlesztő és a pedagógus szakmai képviselői között. Somogy, Veszprém, Hajdú-Bihar és Békés megye azok a területek, ahol elindultak ilyen jellegű amatőr bábjátszó csoportok. Minden csoport rendelkezik egy mentorral, akik segítik a csoportvezetők, illetve a bábjátszók munkáját dramaturgiai tanácsokkal, eszközökkel és ötletekkel. Én nem vagyok színész, nem vagyok rendező, én kifejezetten látványtervezőnek tanultam annak idején, és nagyon sokat dolgoztam bábszínészek, bábrendezők mellett. És nyilván vannak bizonyos fajta technikák, amiket meg lehet tanulni, és lehet látni tőlük, és én ezeket a technikákat próbálom átadni az itteni csoportnak, nyilván segítve az ő gondolkodásmódjukat, vagy az ő előadásokat. Hát nyilván ezek vannak, van amikor sikerül, van amikor nem, de azt gondolom, hogy egyfajta alapgondolkodásmódot próbálok átadni nekik, ebben próbálok segíteni. Az NMI Művelődési Intézet nagyon sok segítséget ad az amatőr bábjátszó társulatoknak, melyek nagyban megkönnyítik azok működését, ezzel is elősegítve a bábjátszás újbóli népszerűsítését. A két területnek az összeérése történik most újból, úgy gondolom az NMI segítségével napjainkban, ami nagyon fontos, mert a rendszerváltás után az amatőr báb mozgalom, a bábos mozgalom sok-sok okból kifolyólag, de kellőképpen megenyhült, fellazult, eltűntek csoportok. Rengeteg oka van ennek, de szerintem ez hosszú lenne most kifejteni. De ami szomorú, hogy körülbelül 1000 bábcsoport volt még a 20. század közepén, addig most alig-alig 100. Tehát ez a számarány is mutatja, hogy sok minden teendőnk van, és az NMI meg fölvállalta azt, hogy akkor az amatőr bábcsoport mozgalmat újból elindítja. Magyarán mindenki, aki szeretne tárgyal játszani, bábozni, az ilyen bábcsoportot alakíthat, és ehhez megadja nekünk azt a támogatást, hogy figyel, pályázatokat ír, a pályázatból befolyó támogatásokat a bábcsoportoknak, közösségeknek, településeknek juttatja el, és azoknak a bábcsoportvezetőknek, akik jelentkeznek arra, hogy ezt a programot elkezdik végigéltetni, és közösségeket, mert ez a hívószó. A közösségépítés a báb erejével, tehát ez egy nagyon jó dolog, hogy az amatőr mozgalom és a hivatásos bábszínházi műfaj egymásra találva, egymást erősítve a közművelődéssel karöltve újból csinál egy ilyen, nem is csinál, ez egy nem jó szó, újból alkot, és lehetőséget teremt arra, hogy közösségek alakuljanak, és bábozzunk együtt. A bábjátszás közösségművelő hatása mellett a szórakozás, tanítás és a szórakoztatás erejével is bír, illetve nagyban hozzájárulhat a gyerekek egészséges fejlődéséhez is. Azt tudják megmutatni a gyerekek, amiben ők nagyon ügyesek, és ez a lényeg, hogy örömmel járjanak, örömmel mutassák be, amit tudnak, és akkor majd így fokozatosan lehet még újabb-újabb kihívások elé nézni. A társulások tagjai közül személyre szabottan mindenki más-más tevékenységgel járul hozzá a darabokhoz. Van olyan, aki az ötleteivel gazdagítja a játékot, van, aki a képzésben és a tudás megosztásban vállal szerepet, és természetesen van olyan is, aki a bábjátszással járul hozzá a darab sikeréhez. Igazából a Tündér szép Ilonából adunk elő, vagy azt adjuk elő, egy kicsit leegyszerűsítve szerintem, és én vagyok Tündér szép Ilona a darabban, úgyhogy ez egy, az egyik főszerep.
ezt direkt én vállaltam el, mert én nagyon szerettem volna tündér lenni, vannak ilyen szerepálmaim, és ez volt az egyik, és most megvalósítottuk. Sokat lehet játszani, és élvezem. Miket csináltok egy-egy foglalkozáson? Hát bábokat készítünk, például fakanából, aztán hát valamikor vartunk, majdnem vartunk. Én leszek a kicsi ördög, aki segíteni fog a szegény embernek, aki segíteni fog a szegény embernek zsindájt csinálni a házára. A gyerekek vidámsága és felkészültsége garantálja az előadások jó kedvét, és minden bizonnyal lesz olyan is köztük, akik a program iránymutatásának köszönhetően a későbbiekben is ezzel foglalkozik majd.